ünnepélyesen is átadták a karcagi Nagykun Református Általános Iskola Talentum óvodáját. A református templomban tartott ünnepi istentiszteleten nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes apostoli köszöntésével kezdődött. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szeret dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Ősi Zsoltár szavával így kezdjük ezt a mai hálaadó alkalmat, amikor egy óvodát, a gyermekkertet, a kisded óvót, bármilyen néven is nevezzük, de a legfontosabb funkcióját használt tekintve, ami gyermekeinknek, következő generációnak, utódainknak a nevelését, gyarapítását, gazdagítását szolgáló intézmény átadunk most. Ezért jöttünk nem dicsekedni, hanem dicsérni. Nem a magunk nevének, hanem a Te nevednek dicséredet szeretni. Megtartó kegyelmedért, irányításodért, bölcsességedért, a lehetőségekért, amikkel élhettünk és jól éltünk. Urunk, áld meg az ige hirdetés, annak szólóját, az ige hirdetőt, ami Tiszántúli Egyházkerületünk vezetői, lelki irányítóját, hogy mindenben rólad, a Te szeretetedről tehessen bizonyságot, és megajándékozott boldog gyermekekként térhessünk haza, kicsik és nagyok egyaránt a Te hajlékodból. Krisztusért, ami megváltunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az Isten tiszteleten főtisztelendő dr. Fekete Károly püspök hirdetett igét. A teremtési adottságokban kapott talentumok felfedezésére és a bennük való elégedett gyönyörködésre képességet kaptunk. Én azt kívánom, hogy igyekezzünk olyan jó emberek lenni, akik körülvesztünk a gyülekezetben, a városban, ebben a régióban a talentum óvodát. Igyekezzünk olyan jó emberek lenni, amilyenek csak tudunk. Ezzel segítünk a legtöbbet a kisebbeknek, hogy ne azt kérdezgessék, hogy ki a nagyobb, hanem inkább azt töltse el őket, hogy ha megteremtett bennünket az Úristen, akkor érezzen jól magam a bőrömben, mert ő akarta, hogy legyek. Azért élsz a Földön, hogy önmagaddal szedd tedd ezt a világot. Nézd magadra, hozd ki magadból azt, akinek Isten teremtett téged. Nézd a kisgyermekre is, és lásd meg benne az Isten áldott a talentumokat. Igen, élvezheted azt, aki vagy. Az önmagad iránti szeretettel tudod öntözni a magad életét, hogy virágozz, és a felfedezettség örömében tudsz köszönetet mondani azért, hogy élsz. Ezeket az érzéseket nem öregkorban kell megízlelni, mert akkor talán már az jut eszünk, hogy miért nem fedeztem föl korábban magam. Ezeket az érzéseket gyermekkorban kell felfedezni. Ha igazán református óvodát akarunk, akkor a talentumok felfedezéséhez ez az út vezet. Ez az igazi tehetséggondozás. Ha kiki felfedezheti a saját talentumait, és rátalál arra a talentum forgatási módokra, utakra, hogy hogyan lehet megközelíteni egymást. Nincs annál szomorú és nagyobb pedagógiai feladat, mint amikor a gyerekek jó része játszik együtt, van egy valaki, aki kilóg a sorból, és nem akar játszani velük. Nincs meg benne az a késztetés, hogy ő is csatlakozzon a többihez. Olyankor kell jönni az óvónénének,
és bevezetni abba a világba, hogy nem magányos farkasok vagyunk, hanem közösség vagyunk. Az óvoda érettség egyik legfontosabb mutatója, hogy már tud együtt játszani a többiekkel. Nem azt nézi, hogy ki a nagyobb, hanem hogy kivel jó nekem játszani és együtt lenni. Püspök úr beszédét követően F. Kovács Sándor térségünk és városunk országgyűlési képviselője mondott köszöntőt. Egy családnak legdrágább kincse a gyermek. És amikor a gyermek megszületik és cseperedik, és első alkalommal el kell válni tőle. Ez az elválás mindig kicsi félelemmel, kicsi aggódással jár. És hát legdrágább kincsünket kire is bízhatnánk? Ki az, aki vigyázni tudna úgy rá, hogy hasonlóan, mint saját magunk? Ki az, aki nevelhetné úgy, mint mi? Ki az, akitől ugyanolyan jót, szépet és tanulni valót kapna, mint amire mi vagyunk? Nagyon nehéz döntés, amikor a gyermek eléri a 3 esztendőt, akkor tovább kell lépnie, és el kell vinni az óvodára. És nincs olyan szülő, aki nem aggódna, nem fél. Hogy fog beilleszkedni, milyenek lesznek a társak, milyenek lesznek az óvónők. És tapasztalatból tudom, és egy körben nézek, hogy az óvónők nagyon jók. Itt Karcagon kifejezetten jók az óvónők. Olyakat kaptak a gyerekek, olyan tudást, olyan szeretetet, olyan biztonságot, amelyet időskorukban is vissza tudnak emlékezni, és vissza tudnak idézni. Olyan dalokat, mondókákat, egy életre szóló barátságot, amit az első lépésekkel tudnak megszerezni. Tisztelt aggódó szülők, kedves karcagiak! A régi bölcsek azt mondják, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Ez így van. De nem mindegy, hogy az a hosszú út, amin elindulunk, a gyermekek elindulnak, hova vezet. Mennyire lesz göröngyös? Kik azok, akik egyengetik, akik simítják, amikor kicsit kanyargósá és bizonytalanná válik, akkor irányt tudnak nekik mutatni, biztos irányt. Ezek a mi pedagógusaink itt Karcagon.